Virágzik a medvehagyma. Kicsit följebb jöttünk, és itt már azért a dzsungel szélén vagyunk. Utunk folytatánk a Csigri-Csikvégvárhoz. Mindenhol a virágzó medvehagyma. Havas tájat idéző látványa. És hagymaszag, hagymailla. Magáról a Csiklingváról nem lehet pontosan tudni, hogy kik, mikor építették mi célból. Vannak olyan történészi vélemények, melyek szerint Mátyás király vadászkastélya, talán korban ez a legkésőbb elhelyezkedő tip. De van itt avarkori megfejtés és árpádkori megfejtés is. De nem messze tőlünk található királyszállás, és a név okán vélik úgy egyesek, hogy Mátyás király vadászkastélya kellett legyen. Ez forrásokkal alá nincs támasztva, régészettel szintén adós még a tudomány. Hát itt vannak padok, akár itt is lehetett volna enni, és itt pedig maga a Csiklingvár. Utunk első látnivalója. Ugye lesz majd még egy hatalmas nagy amunitesz kövület, ami egy sziklában van benne, nagyjából pizza méretű, illetve a tűzköves árok, a nevét nem véletlenül kapta a tűzkörről. Hát az már egyfajta időutazás felérő helyszín lesz. Egy kis meredek mászás. Megérkeztünk a kövekhez. Melyekből okosék készítettek tábor tűz rakó helye. Itt vannak a egykori kövek. Tehát az egykori vár kövei. Jött még lejjebb is a Csiklingvár. Széle látszik. Nyilván az, hogy pontosan meghatározzuk, hogy mivel is van dolgunk, azt a régészet és a történész szakma, az írott források mondják el nekünk, és hát sajnos pont ezzel a kettővel adós még ez a hely. Szép kör alakban. Vannak itt a dolgok.
És íme az Amunitesz lelőhely. Tü-tü-tü-tü-tü. Itt pedig a kövület. Hát így a méretalen kedvér. Akkor ott fönt lehet bányászni. Gyerekek, túrázási alapismeretek 1-es. Csapó, mindig magas szárú bakancsba kell túrázni, mert az előbb is olyan talajon jártunk, köves, kavicsos, majdnem kiment a bokám, illetve hát ki is ment volna, hogyha nem magas szárú a bakancs. Túrázási alapismeretek 2. Csapó. Ha vizet viszünk magunkkal, a célszerűbb több tároló alkalmatosságban megtenni, hiszen ha az egyik elveszik, széttörik, kiukad, a víz kifolyik, akkor nem mindegy, hogy egy 2 literes flakonunkban volt minden ivóvízünk, amit elvesztettünk, vagy sok több tárolóhelyen tartottuk, és ezáltal ugye, ha egy megsemmisül, még marad. Ugye itt látszik egy kisebb 7 decis kulacs, itt pedig len egy kivezető cső táskából, ami egy ivózsákba, úgynevezett camel bagbe torkollik, hát ez már 2 különálló víztároló megoldás. Túrázási alapismeretek 3. Csapó. A túra hátizsákra mindig tegyünk ki egy nemzeti színű zászlót, mert akkor mindenki fogja tudni, hogy nemzeti érzelmek vagy. Ez a hely itt Csőszpuszta és Bakonycsernye között az egyik legszebb pihenőhely. Viszont a tűzköves árkot azt kihagyjuk, mert az igazán nyáron dzsungel. Úgyhogy oda majd legközelebb. Mert hát akkor van értelme bemutatni ezt az igazi időutazó helyet. Sajnos a dzsungel miatt nem látszik, de a tűzköves árok. Nagyon szép dzsungel. Őserdő. Ugye a neve is beszédes. Sajnos ez az, amitől tartottam, ugye dús növényzet miatt nem fog látszani a túlpart. Viszont hát ugye a látvány akkor impozáns a túloldalon is, hogyha van növényzet. Itt az állandó mocsarunk, és hál' Isten elvezették, így a túraútvonalunkon nem találkozunk vele, csak mellette. Itt ugye mocsár szokott lenni. Hát próbál az ember így kukucskálni, de ezek a kicsit félre, mert megy málnabokon, üskéi. Na gyerekek, ez Vietnám. De itt volt-e? Hát itt a tűzkős áruk eleje. Hát jó lenne, hogyha ott a dzsungelbe lehetne haladni, de nem lehet. Drónunk meg nincs.
Innen már egy járhatóság szempontjából könnyű, enyhén emelkedő úton igyekszünk Csőszpuszta irányába. Ez egy ilyen könnyű 10 kilométeres táv volt, és hát ezt lehet hosszabbítani, hogy kimész Bakonycsernyére, és onnan vissza. Azért kicsit combosabb. De hát aki sokáig alszik, az ne gondolkodjon 20 kilométerekbe. Íme az erdő. Olyan sűrű a böklombozat, hogy fajnő nézet nem nagyon van. Járó sincs. És ki tudja, milyen bronzkori, vaskori temetkező helyeket rejt még a vidék. Az biztos, hogy a ma élő magyarság mind a 15 millió tagja rendelkezik. Kárpát-medencei kőrész, bronz, vaskori felmenőkkel. És részkor végén, bronzkor elején történik egy kirajzás keletre, és egy visszatérés összekeveredve. Tehát ezek az elméletek és genetikai eredmények igenis összeegyeztethetőek, hiszen a szintasta kultúra, az Andronovo kultúra, az mind európai és részben Kárpát-medencei gyökere volt, és ezek ázsiai európid kultúrák. És megtalálhatóak ugyanúgy a Medovszkaja kultúrába, a szarmatákba és a Siung-Nuhum birodalom területén is, kiegészülve ott a baktériaiakkal, úgyhogy aki visszajött, meg aki itt élt át az évszázadokat, évezredeket, az közös tőről eredt. Például az apai haplocsoportom megegyezik egy hunéval, viszont a közös ős, az nem a hunkorban élt, hanem a bronzkorban. Preszkíta felmenőn osztozunk. Itt az egyfa, vagyis nyírfa, a fehérfa, a szentfa áldozó helyeken őseink használták, ahogy az astúr, a turulnak a fehér változata, vagy a fehér csodaszarvas, fehér ló, szentség színei, a szakralitás színei, semmi. Megyünk tovább. Ott az nem hó, hanem medvehagyma virágzás. Add ide, add meg a szemét. Ne legyél már küzdetek itt az erdőben.
Éppen ő jött, akkor én is nekem is tűz. Jó a bringát köcsög. Wait a minute! Itt vagyunk Medvehagyma országban. The Beer Union. Utunk folytatán kemény invazív növény faj kíséretében. Van a szabály, hogy 2 kiló levelet lehet gyűjteni. Miért? Miért? Na jó, van, hunom. És még mindig gyerekek, és még mindig tiszta Bear Onion minden.
meddig a szem ellát, láthatjuk a medvehagymát. Tehát nem havazott májusban, hanem medvehagyma tenger fehérlik ott távolba.